Rigócsőr király! Egyszer régen, nagyon régen, élt egy király, s annak volt egy világszép lánya. Ez a lány olyan gyönyörű volt, hogy szebbet képzelni sem lehetett volna nála. De úgy eltelt a szépségével, olyan kevé, olyan fehéjázó volt, hogy egyetlen kérőjét sem tartotta méltónak magához. Egyiket a másik után kosarazta ki, és ráadásul még gunt is űzött belőlük. Egyszer egy szép száll, derék ifjú király akarta megkérni a kezét, akinek egy kicsit horgosan nőtt az álla. – Ejha! – kiáltotta a királynő. Nézzétek! Ennek éppen olyan az álla, mint egy rigónak a csőre! Az ifjú királyon rajta is ragadt a csúfnév. Attól fogva csak úgy emlegették, hogy Rigó csőr király. Az öreg király látta, hogy a lánya egyebet sem tesz, mint gúnyolódik a kérőjén, s mind neki adja az útját. Ezen aztán haragra lobbant, és maga elé szólította a lányát. – Kevéségednek elfogod venni méltó büntetését – mondta. – Vett tudomásul, hozzáadlak az első koldushoz, aki a palota kapuján bezörget. A király lány nem vette komolyra a dolgot. Azt hitte, csak fenyegetőzik az édesapja. Ám néhány nap múlva zenezendült, ének szó hangzott fel a királyi kastély ablakai alatt, s egy koldus kezdte fújni a nótáját valami kis alamizsnáért vezessétek azonnal elében, adta ki a parancsot a király, mikor ezt meghallotta. A testőrök lementek, és a trón elé állították a koldust. Piszkos volt, poros volt, ruhája viseltes, haja gondozatlan, arca borostás. Félszegen várakozott a kíváncsi udvari nép gyűrűjében, míg a királylány be nem vonult, és helyet nem foglalt apja mellett. Akkor a király így szólt a koldushoz. Nagyon tetszett nekem a nótád, ezért tisztességes jutalmat érdemelsz. Itt a lányom. Neked adom feleségül. Most aztán megrettent ám a királylány. Könnyek szöktek a szemébe, esengve fordult az édesapjához, de az nem tágított, ott helyben összeadták a koldust meg a királylányt. Mikor ez megtörtént, azt mondta a király. Nem illik, hogy egy koldusasszony tartsak a palotámban. Szedd a sátorfádat, mehetsz az uraddal. A koldus kézen fogta a kevés királylányt, kivezette a palotából, és gyalogszerrel nekivágtak a nagyvilágnak. Mentek, mendegéltek. Egy idő múlva egy irinyó pirinyó házikóhoz értek. – Ez a mi házunk, itt fogunk lakni – mondta a koldus a lánynak, majd bevezette a viskóba. A kevés királylánynak bizony le kellett hajtani a fejét, hogy az alacsony ajtón beférjen. – Hát a szolgák hol vannak? – kérdezte. Miféle szolgák? felelte a koldus. Ha akarsz valamit, magadnak kell megszerezned. Itt ugyan más nem gondoskodik rólad. De elég a szóbeszédből. Rak tüzet, főz vacsorát, éhes vagyok, fáradt vagyok. De hát honnét is értett volna a a tűzrakáshoz meg a főzéshez? A koldusnak kellett segítenie, hogy végül is menjen valahogy a dolog. Aztán elköltötték a sovány estebédet és lefeküdtek. Másnap már kora hajnalban kiráncigálta a koldus a királylányt az ágyból. – Mit képzelsz? Itt is délig heverészhetsz. Gyerünk dologra, tedd rendbe a házat, készíts ebédet, hasogass fel a fát, s hazzal megvagy, ott van az a pár agyagedény meg korsó, vitt ki őket a piacra és árult. A királynő szíve elszorult az aggodalomtól, hogy ő ott üljön a piacon és edényeket áruljon. De hát mit tehetett volna, ha nem akart éjjel halni, engedelmeskednie kellett. Kitakarított, ebédet készített, fát vágott, majd fölszedelőzködött, kiült a piacra, kirakta maga köré az edényeit, és elkezdte, előbb csak úgy röstelkedve, félénkrebegéssel, aztán lassan neki bátorodva: Itt a szép edény, itt a jó edény, agyaktál a cserépkorsót vegyenek! Az emberek szívesen vették a portékáját, mert szép volt, aki kínálta. Nem alkudtak sokat, megadták, amit kért érte. Hát ahogy ott üldögél, Egyszer csak por kavarodik az úton, arra vágtat egy részek huszár, egyenest az edények közé, rúgtat, és ízzé porrázúzza valamennyit. A királylány sírva fakadt. Azt sem tudta, szegény, hová legyen félelmében. – Aj, mi lesz velem, keseregte. mit szól majd az uram a kárhoz? Hiába csitították, hiába vigasztalták, felugrott a zsámolyról, ott hagyta a sok cserepet, hazaszaladt, és elmondta az urának, mi történt. – Ki hallott már ilyet? Törékeny edényel az út szélére, hogy mindenki belegázoljon? Mérgelődött az ember. Magad is láthatod, nem való vagy te semmi rendes munkára. Szerencsére délelőtt fönt jártam a királyi szakácsnál. Érdeklődtem, nincs-e szükségük szolgálóra. Megígérte, hogy felfogad konyhalánynak. Nem jutott hát jobb sorsa hajdani kevék király kisasszonynak. Konyhalány lett belőle. Dolgozhatott látástól bakulásig a fizetsége meg az volt, hogy elvihette, amit az inasok szobalányok meghagytak a királyi asztal maradékaiból. Egyik nap a kikiáltó azt adta hírül országnak, világnak, hogy aznap estére a király nagy vigalmat rendez a palotájában, és azon fogja kiválasztani a menyasszonyát. Ha nem lettem volna olyan gőgös, ma este én is ott lehetnék, sóhajtotta a királylány, aztán visszament nagy búsan a konyhába, és tovább robotolt estig. Mikor bealkonyodott, és nem akadt több sürgős munka a konyhán, a főszakács rászólt, hogy ne lábatlankodjék az útjukban, mehet a dolgára. De a királylány legalább látni akart valamit az ünnepségből, mielőtt hazatér a nyomorúságos kunyhóba. Föllopakodott hát a lépcsőn, és meghúzódott az ajtó mellett. Onnét leskelődött. Odabent a teremben, kigyulladt a fény, pompásnál pompásabb vendégek vonultak be, csupa ékesség, csupa ragyogás volt minden. Megkezdődött a lakoma. Ő meg királylány létére örülhetett neki, hogy legalább a küszöbön megtűrik. Amikor a lakomát befejezték, megharsantak a kürtök, kitárult a királyi lakosztály aranyveretes ajtaja, s apródok sorfala közt, tetőtől talpig bársonyban, sejemben, nyakában vastag aranylánccal, bevonult a király. Elnémult a vendégkoszorú. Abba maradt minden beszéd, még suttogás sem hallatszott. Ebben a nagy csöndben a király lassan végigjáratta a tekintetét a jelenlevőkön, aztán elindult, át a termen, egyenest az ajtóhoz. Ott megállt a konyhalány előtt, könnyedén meghajolt, s így szólt. Add a kezedet, veled akarom eljárni az első táncot. Ebben a pillanatban a zene is megszólalt, de a szegény királynak nem, hogy táncolni nem volt kedve, de legszívesebben a föld alá volna szégyenében. Hát még amikor megismerte a hangjáról Rigó királyt. Halkan felsikoltott és el akart futni, de a király megfogta a kezét, eljárta vele a táncot, majd így szólt hozzá. Ne kesereg, kedves feleségem! A rossz napok véget értek. Én voltam a koldus, akivel a nyomorúságos viskóban éltél. Én voltam a huszár is, aki az edényeidet összetiporta. Mindez csak azért történt, hogy megtörjék a gőgöd, és megbűnhődj a kevéségedért. Nagyot vétettem, sírta el magát a királylány. Nem érdemlem meg, hogy a feleséged legyek. Igaz, vétettél, felelte a király. De amit vétettél, le is vezekelted. Most aztán ne búsulj többet. Ezt az ünnepséget azért rendeztem, hogy megüljük a mi igazi mennyegzünket. Akkor udvarhölgyek siettek elő, pompás ruhába öltöztették a királylányt. Mire elkészült öltözékével, megérkezett az édesapja is mind az egész udvarával. Áldását adta az ifjú párra, és elkezdődött a vigalom, híres neves lakodalom, dínomdánom. Bár csak mi is ott lehettünk volna.